Szabolcs-Szatmár Bereg megye közbiztonságának helyzetéről és a megye érdekében tett intézkedésekről Farkas József főkapitány számolt be a legutóbbi közgyűlésen. Ebből kiderült, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 8854-re csökkent a tavalyi évben. De jó eredményekkel zárt a megye a közterületeken elkövetett jogsértések esetében is. Itt 7,7%-os volt a javulás mértéke. Az adat azért is fontos, mert a lakosság szubjektív biztonságérzetét ez befolyásolja a leginkább. 2017-hez képest 2018-ban közel 20%-os csökkenés van. Ez az országos adatoktól is nagyobb. Országosan mintegy 18,1%-kal csökkentek a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma. A megyénkben ez a dinamika még nagyobb volt és kedvező. Ha megnézzük a 2012-es kiugró adatokat, akkor jól látható, hogy megfelelődött, illetve több mint felére csökkent ezeknek az eljárásoknak a száma. Ami kellő alapot adhat arra, hogy több idő juthat a felderítésre, a minőségi munkavégzésre. És ez az a pont, ahol elmondtam, munkatársaim túl tudnak látni a rendőrőrsökön, a rendőrkapitányokon, hiszen nagyon sok esetben akár országos koordinációval, vagy a szomszédos megyékkel közösen sikerült elkövetőket elfogni. A felderítési eredményesség és a nyomozati eredményességben is egy pozitív elmozdulás van. A felderítési eredményesség gyakorlatilag 1,7%-kal magasabb az országos átlagnál, míg a nyomozati eredményességnél mintegy 7-7,5%-kal magasabb szintet tudtunk elérni. A hétköznapok során a rendőrség feladatainak jelentős részét a lopás bűncselekménnyel kapcsolatos munka jelenti. Itt is javulást hozott a 2018-as év, több mint 22%-kal kevesebb volt a regisztrált esetek száma, a nyomozási eredményesség pedig valamivel 44% fölött van. Utóbbi mutató például a rablások tekintetében 84%-os, garázdaság esetében pedig 95%-os eredményességgel nyomoztak a rendőrök. Ezek rendkívül jó eredménynek számítanak. A rendőrség egy negatív statisztikáról számolt be. Országos és helyi szinten is nőtt a személyi sérüléssel járó balesetek száma. A szervezet több tízezer ellenőrzést is beiktatott a sofőrök ellenőrzésére. Ennek ellenére is az országos átlag felett volt az ittas vezetők aránya. A rendőrség átlagosan 15-20 perc alatt ér ki a helyszínekre. Munkájukat nagy mértékben segítette tavaly is a polgárőrség. Az örvendetes mindenképpen, hogy kevesebben haltak meg a megye útjain, ha jól emlékszem 24-en az előző évi 26-hoz képest, de ezt pontosan szoktam mondani, hogy 24-jel több a kelleténél. Azonban mind a súlyos, mind a könnyű kimenetelő baleseteknél van egy jelentősebb növekedés, sőt az országos átlagot meghaladó növekedés. Annak ellenére, hogy kint vagyunk az utakon, a felső kép egy halálos balesetet szimulál éppenséggel, egy valós helyzet. Annak ellenére, hogy kint vagyunk az utakon, sajnos még mindig jellemző az ittas állapotban okozott balesetek száma. Míg 2017-ben több mint 117 000-120 000 ittasság ellenőrzést végeztünk, addig 18-ban már 163 ezer fölé emelkedett ez a szám, de szeretném leszögezni, ezt nem kívánjuk az egekben meg a végtelenség növelni, hiszen a megye útjain nagyon gyakran lehet találkozni úgynevezett finn módszeres ellenőrzéssel, ahol tulajdonképpen szinte mindenkit ellenőrzés alá vannak. Ennek ellenére szomorú, de tény, hogy a megyében az ittasan okozott balesetek száma jóval meghaladja az országos átlagot. Talán köszönhető a szabolcsi jófajta pálinkának is, de ebben teljes egészében zéró tolerancián vannak a munkatársak, és nyilvánvalóan a szabálysértési eljárásban vagy a büntető eljárásban az arra illetékesek, én azt gondolom, hogy szigorú szankciókkal szoktak dönteni, illetve ez várható a jövőben is. Farkas József a határátkelő helyek személy- és járműforgalmáról is beszámolt a közgyűlésen. A személyi forgalom több mint 9, az autóforgalom pedig több mint 5%-kal emelkedett. A legnagyobb létszámban a Csenger-Simai és a Záhonyi átkelőhelyeket érinti a forgalom növekedés. Az okmányok ellenőrzése mellett a lopott járművek felderítésére is nagy hangsúlyt fektetnek. 2018-ban megyénk határszakaszán tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértés 115 esetben történt. Ez a 2017-es adatokhoz képest 5%-os csökkenést mutat.